Az elmúlt időszakban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre technikum és kollégium diákjai több versenyen is jeleskedtek. Wittmeier Alexa a kinizsi közelharckupán ért el kiemelkedő eredményeket. A 150 fős megmérettetésen Alexa kor és súlycsoportjában harmadik helyezést ért el. Azt mondták nekem, hogy ha egyetemre felvételizek, akkor ez így benne lesz, és hogy több pont, és így, igazából így ezért. Ami azért is lényeges, mert Alex majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeretné a felsőoktatási tanulmányait elvégezni. Nem csak a küzdősportokban érnek el jó eredményeket a fiatalok, a labdajátékokban sem maradnak alul. Legutóbb kézilabdaversenyen voltunk, országos előtt, megyeje Eloston, és kijutottunk az országos döntőre, amit Pécsen fognak márciusban rendezni. Előtte röplabdán voltunk, Tolnán, megyeje Eloston. Ott is bejutottunk, másodikak lettünk. Azelőtt meg floorballon voltunk, ott meg az országos elődöntőig mentünk, amit Fonyódon rendeztek. Fontos, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük különböző versenyeken indulni, mondja a testnevelő tanár. Nagyon-nagyon sok tanuló jár ebbe az iskolába, ugye, azért van úgymond merítési lehetőségünk, és úgy gondolom, hogy ha valaki esetleg a tanulásban nem tud úgy teljesíteni, az a sportban meg lehet tud, ami talán arra ösztönzi, hogy igenis jó ide járni, mert van olyan dolog, amiben sikert él el. Az oktató hozzátette, hogy a diákok itt nem állnak meg, ugyanis már lázasan készülnek a tavaszi fordulókra.